Sziasztok, kedves hallgatók, Tony vagyok, és beszélgessünk egy kicsit a rittyentés helyzetről. Mint azt tudjátok, a rittyentés Dani következő nagy animációs dobása lett volna, egy egész estés film, ami arról szól, hogy mi van, hogyha a gimi után nem jön össze az A-terv, boldogok lehetünk-e a B-tervben, egyáltalán valóban olyan jó az A-terv, mint azt mi gondoljuk. Engem pedig Dani megtisztelt azzal a felkéréssel, hogy legyek a társalkotója, így közösen írtuk a forgatókönyvet az ő alapötlete alapján, valamint én voltam az egyik főszereplő. A rossz hírről bizonyára már értesültetek, az animációs film nem fog megvalósulni, ennek okairól nagyon részletesen és nagyon őszintén beszél Dani a saját csatornáján, abban a videóban, amit linkelni fogok a leírásban. Viszont a jó hír, hogy hangjátékként fog debütálni, kell egy kicsit finomítanunk rajta, hogy működjön, de ha minden jól megy, akkor novemberben már hallgathatjátok is. Persze az ördög nem alszik, ezért fenntartjuk a műsorváltozás jogát, de ha minden jól megy, akkor ezt az ígéretet tudjuk tartani. Tudom, hogy nagyon sokan csalódottak vagytok, mert animációs filmet vártatok és nem hangjátékot, de arra kérlek titeket, hogy maradjatok nyitottak, mert attól függetlenül, hogy a rittyentés különböző okok miatt műfajt váltott, attól még ugyanúgy Dani alapötlete, ugyanúgy egy fontos mondanivalóval, ugyanúgy egy csacsi animátor és egy buta birkózó írta a forgatókönyvét, ugyanúgy az Arkidra zenekar adja a zenét, ugyanúgy Csőre Gábor, Nemes Takács Kata, Varga Rókus szinkronizál benne. Szóval lényegében lehet, hogy műfajt váltott, de ez ugyanaz a produkció, úgyhogy adjatok neki egy esélyt akkor is, ha a hangjátékokat nem ismeritek, vagy nem szeretitek. Én Tony voltam, és novemberben érkezik a rittyentés hangjáték változata. Addig is, sziasztok!